Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, srácok, beszélgessünk Call of Duty Modern Warfare 2019 a nagyon rossz dolgok, vagyis rossz dolgok, vagyis igyekszem adni egy olyan képet, amivel meg tudlak téged győzni arról, hogy ne vásárold meg ezt a játékot. A minap játszottam Gomi barátommal, és őszintén szólva már ő már el van szokva a multiplayertől, és sok olyan dolgot lát igazságtalannak egy multiplayerbe, amihez én még nem feltétlenül nőttem fel, vagy hát hogy is mondjam, még mindig nem zavar, vagy már nem zavar, vagy már annyira megszokottnak tűnik egy Call of Duty-ban, hogy természetesnek veszem, hogy benne van. Azok, akiknek tetszik ez a játék, és most először készülnek vásárolni Call of Duty-t, azok lelkinek készüljenek fel, mert a játék minden szemetet hozzád fog dobni, amit egyszer egy multiplayer játék hozzád dobhat. Most mondom itt el, hogy frusztrált leszel, ideges leszel, földhöz vágnád a billentyűzetedet, az egeredet. Ez a Call of Duty. Amióta világ a világ, a Call of Duty egy annyira intenzív játék tud lenni, hogy ha valami nem sikerül benne, elképesztő frusztrációt fogsz érezni. És most, hogy játszottam Gomi barátommal, és így hallottam, amiket ő mondott, így visszajöttek az emlékek, hogy hát ez benne van. Nem beszélve arról, hogy elég kemény lobbikat is fogtunk ki, szóval a játékot meghatározza a lobby, amit kifogsz, az is, mivel hogy ha egy durva lobbyt fogsz ki, ott jó játékosok lesznek, és azok a jó játékosok tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy hogyan kell megállítani egy másik játékos. Szóval lássuk, hogy mi vár rád, ami frusztrációt okoz. Tegyük fel egy közeli killstreak közelben, vagy nagyon jól megy a játék, aztán hirtelen megugrik a pinged, és simán lelőnek. Hirtelen megugrik az enemy pingje, és nem bírod lelőni, ő viszont simán lelő téged. Az ellenfelednek 144 Hz-es monitori van, neked csak 60. Akkor killstreak közelben, vagy megint csak ott vagy, már elérnéd a chopper gunnelet, és egy sötét lyukból kinézve nem látszik se fegyver, se név, se temi, egy sötét lyukból kilő egy enemy. És mikor megnézed a killcamot, látod, hogy anti-UAV-ja van practically, tehát ghost perk van neki berakva, nem látszik az UAV-on. Az a jelenet szokott lenni, amikor én kaparom a falat. Jól megy a játék, és egyszer csak kilő egy kemper. Aztán úgy döntöd, hogy te levadászod a kemper, de ugyanaz a kemper még kilő kétszer. Szóval, tudom, hogy ez itt most így esetlegesen viccesen hangzik, de ez nagyon benne van a játékban. Sajnos ezekre fel kell készüljetek. Fel kell készüljetek, hogy ugrál a pingetek, fel kell készüljetek, hogy a másiknak jobb monitorja van, több FPS-e van. Fel kell készülj arra, hogy bár te egy jó és taktikus rusher játékos vagy, a sötétből ki fognak kempelni. Nem egy fog kikempelni. Fel kell készülj a legtipikusabbra, amióta világ a Call of Duty. Fel kell készülj arra, hogy amikor te meglátod, háttal van neked, elkezded lőni, megfordul és lelő. Simán lelő. És tudod mivel lő le? Egy faszom submachine gunnal 200 kilométerről. Ez is benne van még mindig a Call of Duty-ban. Egy ősöreg, vagyis egy olyan játékosnak, aki már ideje játszik a Call of Duty-val, ezeket ismeri, ezek benne vannak. Jó, felbassza az ember agyát, de egy Call of Duty, tapasztalt Call of Duty játékos túlteszi magát ezeken, mert amióta világ benne vannak. Benne van az, hogy lövöd, kapod a hitmarkert, és nem hal meg. Visszanézed a killcamot, és a két golyót találta el a tárból, amit kilőttél. Benne van. Még azóta is benne van. Minden kod hiba, amit fel lehet sorolni, benne van. Főleg most, hogy még jobban, még többet játszottam a játékkal, és ugye
belefutottam egy kicsit durvább szerverekbe, a kicsit több volt a kemp, akkor és én egy alapvetően türelmetlen játékos vagyok, nem bírok leállni, és kempelni, és megvárni, és Jézus Mária, hogyha 10 másodpercen többet kell várjak egy Call of Duty-ban, megőrülök, hát na, értitek. És ha te is egy ilyen játékos vagy, és netán akkor készülj fel, ebben a kódban meg fognak állítani, lesz rá módszerük, tehát rassol az taktikusan, de a leggusztustalabb, amit eddig észrevettem, hogy csinálnak, benn van nekik a Ghost Perk, nem látszanak a radaron, és te beléjük fogsz futni, mert egy kis sötét lyukban, a kis fala mögött ott áll, és olyan türelmesen kempeli azt a helyet, hogy el se hiszed. És hogyha 2 percig nem mész oda, és 2 perc után arra jársz, és úgy döntesz, hogy dobsz egy gránátot, hát, hogyha ott van, mégis ott lesz, bazd meg. És ez benne van a játékban, úgyhogy ezekre készítek fel lelkileg. Van lag, előfordul lag, sajnos. Előfordul a sötétben kempelés. Előfordulnak ezek a random csaták, hogy ő kellett volna meghaljon, de te halsz meg. És most, hogy egy ilyen éles különbség van a monitorok között, ez is ki fog érződni, a Call of Duty FPS nagyon FPS-re alapoz, és ha nincs meg 90 FPS-ed, oké, okay, lovon vagy akár, hogyha nincs meg egy legyen 80-tól 80 plusz FPS-ed, esélytelen leszel ebben a játékban, hogy jó eredményt éri el, és hogyha és rá leszel kényszerülve egy olyan játék stílusba, amit nem feltétlenül élvezel. Tehát tegyük fel, csak 60 FPS-ed van, de az egész lobby körülötted az 80-90 FPS-sel rohangál, akkor problémába leszel. Ha csak nem konzolos vagy, és csak konzolosok ellen játszol, akkor problémába leszel. És nem, tehát régen például, amikor nekem nagyon kevés FPS-en volt a játékban, akkor nagyon meghúzódtam a sarokba, egy-kettőt lelőttem, mert tudtam, hogy mindenki gyorsabban reagál a dolgokra, mint én, és hogyha ilyen 40-50 FPS-en emlékszem, még Black Ops 2-be, akkor még egy laptopon volt, és nagyon kevés FPS-en játszott, az nagyon kevés FPS, ez a 40-50 FPS, néha volt egy-két köröm, de alapvetően nem tudtam élvezni úgy a játékot, ahogy szerettem volna saját játék stílusom szerint, és ez rettentő módon kijön a játékban. A következő dolog, ami nagyon elkeserítheti a lelkedet PC-sként, ha bekerülsz egy lobbiba, ahol vannak konzolosok, na most egy biztos, a konzolosoknak az aim assist az azt a büdös kurva élet kategória, tehát olyan nyíl egyenesen lőnek le távolról, hogy az le se lehet írni, tehát futnál pozícióba, helyeznéd magad, és egy konzolos egy ablakba dzz, csak annyit látsz, hogy nyíl egyenesen, te egy aimbot öcsém, olyan szinten ledorál, az a vicces, hogy nem fogod tudni, hogy aimbot volt-e valójában, mert konzolos nem, azért látszik, de látszik, hogy hiába rúg vissza nekik a fegyver, akkor is nyíl egyenesen eltalál minden golyó, szóval és egy jó konzoljátékos az nem hülye, hogy rátámadjon, hanem tartja tőled azt a távolságot, és szépen tudja. Szerintem mostanra már ők is rájöttek, hogy a PC-sekkel ez van előnyben nekik, hogy az aim assist a távolra, középtávra ledarálja őket, mert a PC-snek még ott bele kell még célozgatnia, akkor fel kell húznia még fejre, akkor elmozog a másik, szóval sok macera van ugye PC-n, ebből a szempontból nehezebb. Hogyha közelre kerül a sor, akkor nincs probléma, a PC is veri a konzolos, hogyha ilyen tényleg közel távon van, kell bunyózni, egyszerűen több lehetőségünk van, jobb mozgás, gyorsabban tudunk mozogni, blablabla, bla, bla. De közép és távolon ott már azért problémák vannak, nagyon jól kell tudjál célozni. Szóval, ja, benne lesz minden, amitől egy kod idegesítő, és nehéz mindet leírni, mert nekem annyira megszokott már, és annyira, mostanra már úgy túlteszem magam rajtuk, de annyira megszokott, hogy most szólok, hogy a kodban ebben
frusztrált leszel, ideges leszel, és tudod magad baszni a billentyűzetet, meg az egeredet, meg fogod magadtól kérdezni, mi a fasz évetted meg ezt a játékot, minden benne van. Úgyhogy ha hiányzott a régi COD 4-es, MV2-es, esetleg MV3-as frusztráció, vagy játékélmény, akkor welcome back, azt kell mondjam. Ennyi lett volna ez a videó, srácok. Nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!